Rákosmente önkormányzata, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó pályázatának révén tüzelőanyagot nyert el, melyet a kerületben élő, hátrányos helyzetű családoknak adományoz a hideg idő közelettére, illetve a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel. Ez alkalommal három háztartás között kerül szétosztásra a tüzelő, így az érintettek külön-külön 1,3 köbméternyi tűzifát vehetnek át a kezdeményezés keretében. Az önkormányzat minden évben próbál segíteni szociális tűzifával, és most is ez történt. Ennek az a különlegessége, hogy a kormány által felajánlott az állami erdészeteknél lefoglalt fák kerültek most kiadásra, és mi is jelentkeztünk erre a lehetőségre, erre a pályázatra, hiszen ez a pályázaton keresztül lehetett ezt elnyerni. A pilisi parkerdőből érkezett, feldarabolt és előkészített tűzifát Horváth Tamás polgármester személyesen vitte el a szűkös anyagi körülmények között élő Bacsi családhoz. Az 5 gyermeket nevelő édesanyja örömmel fogadta a városvezetés segítségét. Nagyon szépen köszönjük, hát nagyon kellett most ez nekünk, úgyhogy örülünk neki most nagyon, ugye, mert nehéz a körülmények közt élünk, ugye, és ez pont jókor jött nekünk most. Rákosmente önkormányzatának szociális és egészségügyi csoportja továbbra is azon dolgozik, hogy a nehéz sorsú polgárok életkörülményein az ehhez hasonló kezdeményezések által is javíthasson.